Sziasztok, sziasztok, itt Vega Gina. Arra gondoltam, mutatok nektek pár filmet, ami segít abban a döntésben, hogy vajon váltsatok-e növényi étrendre, vagy ne. Ez a kis videó most arról fog szólni, hogy az egészségünkre milyen hatással van. Tehát itt most nem lesznek állatvédelmi filmek, hanem ezek a filmek egyértelműen az egészség szempontjából mutatják meg azt, hogy mi a jelentősége ennek a növényi étrendnek. A legelső kis videó, amit szeretnék nektek mutatni, az egyből ez a kis animációs filmecske egyébként, ez magyarul van. És tulajdonképpen ez ugye, mint a címében is szerepel, egy könyv ajánló, és nekem ez volt a legelső könyv, amit kiolvastam a témában. Néhol nagyon belemegy a különböző kutatásoknak a lebonyolításába, hogy történt, mint történt, amik szintén érdekesek, de akik nem mozgunk annyira a különböző kísérletekben, nem biztos, hogy annyira leköti a figyelmünket. Minden esetre rengeteg hasznos információval szolgál, és tulajdonképpen ez a kis videó arra is jó, hogy kedvet csináljon ahhoz, hogy akár ezt a könyvet is megvásárold. És az, hogy mit tehetsz a rák ellen, az lehet, hogy egy ilyen egyrészt nagyon súlyos kérdés, másrészt azt hiszem, hogy néhol már elcsépelt lehet, és akkor mindenféle csoda módszerekben reménykedik az ember, és ez abszolút nem csoda módszer, hanem egy tök egyszerű módszer, mégis sokkal nagyobb az ellenállás az emberek irányából, mint egy csodaszer irányába. Ez számomra megdöbbentő. Minden esetre nagyon érdekes és ijesztő dolgokat tudsz meg ebből a kis filmből, ugyanakkor egy nagyon komoly lehetőséget is adhat a kezedbe, hogyha esetleg érintett vagy a betegségben, vagy valamelyik hozzátartozód érintett, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy ezt nézzétek meg. A következő, amit szeretnék mutatni, az első között volt az a videó, ami engem ledöbbentett, és nem is magyarázom tovább, az első egy percet nézzétek meg, légy szíves. Worldwide, we're looking at approximately 350 million people with diabetes. There's no question that we're in the midst of a diabetes epidemic. Right now, one in three Medicare dollars is spent in the care of people with diabetes. One in 10 total healthcare dollars is spent on people with diabetes. There's no question that this is a major problem. What in particular is the correlation with the diet and diabetes? I'm not going to get into that. Into diet? No. Nem tudom, hogy kinek milyen gondolata támad, amikor egy percet lát. Ugye ez a film a Mi a fene az az egészség, ha lefordítjuk. Számomra megdöbbentő, hogy egy orvos, aki a cukorbeteg szövetség vezetője, megkérdezik tőle, hogy mi az összefüggés az étrend és a cukorbetegség között, és nem akar tovább beszélgetni. És aztán odáig fajul ez az egész, hogy fel is áll a doktor úr, és elmegy onnan, miközben forog a kamera. Én azt hiszem, hogy számomra ez az az egy perc volt, hogy hát ez igen sokat elmond, hogyha valaki így reagál egy ilyen kérdésre, egy orvos így reagál. Szerintem ez mindent elmond. És tudni kell erről a filmről, hogy ez egy nem egy vegán aktivista, nem egy növényi étrenden élő ember, hanem aki egy filmes, és ő egy ilyen hipohonder alkat, aki éppen olyan betegséggel küzd, amit éppen elolvas interneten, és úgy gondolta, hogy utána jár egy-két dolognak. És én már többször megnéztem ezt a filmet, és minden alkalommal ledöbbenek, és azért érdemes megnézni, akár többször is, mert talán így el tudod dönteni, hogy azon felül, hogy milyen jelentősége lehet ennek a növényi étrendnek, arra is kapsz egy képet, hogy működik ez a világ. Hogy van, ahova inkább be se engednek, és ne készíts riportot.
Vagy hogyha meglátod, hogy mi van a honlapon, és te szeretnél mondjuk egy, akár mondjuk a cukorbeteg diétával kapcsolatban, vagy a mellrákkal kapcsolatban, tudjuk jól, hogy a mellrák kialakulásához nagyon komolyan hozzájárulhatnak az állati termékek, többek között, és leginkább a tej és tejtermékek. És amikor ez a férfi, aki forgatja ezt a filmet, azt látja a mellrák alapítvány honlapján, hogy mondjuk a Danone vagy a akármilyen joghurt cég támogatja, akkor az azért elgondolkodtató. És természetesen azt fogja írni ez a honlap neked, hogy egyél joghurtot, mert egészséges. Szóval amellett, hogy az egészségre megpróbál rávilágítani a növényétrendereire, nagyban rávilágít, és talán ez egy nagyon fontos dolog, ha most ismerkedsz ezzel az egésszel, mert ugye mindenki azt mondhatja, hogy de hát akkor miért reklámozzák, hogy a húsban van a fehérje, a tej miért egészséges, és miért nem arról szólnak a reklámok, hogy nem, mert ezek megbetegítenek, egyél csak növényeket. És hogyha megnézed ezt a filmet, akkor lehet, hogy tisztában voltál vele, de most ezt így látni egyenesben azokkal az emberekkel, akik ezen a területen dolgoznak, vagy egyenesen képviselnek valamit, hogy hogyan reagálnak, ott szerintem mindenki gondolkodóba esik, hogy fuha, itt valami biztos, hogy van a háttérben. Szóval ezt és a magyar felirat elérhető. Aztán van ez a dokumentumfilm, aminek az a címe, hogy a tej nem élelmiszer. Ez is nagyon érdekes, itt is beszélnek orvosok ezzel kapcsolatban, olyan emberek, akik mellette vannak, olyanok, akik ellene vannak. A tejipar működésébe is betekintést nyerhetsz, tehát ez egy olyan vegyes film, hogy vegánság és egészség is. Olyan eseteket is bemutat ez a videó, hogy egy hölgynek állandó fájdalmai voltak, gyógyszeres kezelésbe vett részt, és hát igazából azt érezte, hogy nem javul az állapota, ő nem gyógyul, és ő is saját maga utána járt a dolgoknak, és akkor derült ki számára, hogy a tej és a tejtermékek azok milyen károsak az ő szervezetére, abba hagyta ennek a fogyasztását, és elmeséli ezt a tapasztalatot, hogy mi történt előtte, utána, úgyhogy nagyon érdekes kis film, ezt is vegyétek soron. Aztán ez a kis film, ez a Netflixen található, ez több tekintetben járja körbe a témát, itt leginkább ugye a halfogyasztásról lesz szó. Hát amellett, hogy ennek is milyen rongáló hatása van a világunkra, azon felül egészségkárosító hatásai is, és itt hát több dologra fény derül, tehát ez akár egészség, akár vegánság szempontjából egy jelentős alkotás, ugyanis sajnos, ez most már ilyen nyílt titok, hogy az emberi szervezetben a halfogyasztás miatt különböző mikroműanyagokat tudnak kimutatni. És ami még inkább ijesztő szerintem, hogy ezt a mélepényben is kimutatják, mert hát ugye miért ne, egy terhes nő esetében nem fogja ezt kikerülni, de talán motiválóbb a nőknek, illetve kismamáknak így ez a tudat, hogy hát nem kellene halat fogyasztani. Ugyanakkor bemutatja például, amire nem gondolunk a mindennapokban, hogy bizony a halászatnál mondjuk mennyi delfin esik áldozatul. Mint ugye mondjuk akár egy háborúban, egy akárhol vannak járulékos veszteségek, és ez egy ilyen nagyon szomorú tény, hogy bizony az, hogy mi halat együnk, annak nagyon komoly járulékos veszteségei vannak. Az egész egy nagy veszteség, tehát hogy döbbenetes, hogy miket meg fogsz tudni ebből a filmből, többek között, hogy mondjuk megveszel egy halkonzervet. Egyébként ennek a filmnek is csináltam egy kis ajánló videót, úgyhogy ha egy ilyen kis összesítést szeretnél látni róla, akkor keresd meg a YouTube csatornámon. Szóval, hogy megveszel egy konzervet, mert ugye vannak különböző megoldások, amivel ezek a nagyipari cégek próbálják nyugtatni az emberek lelki ismeretét, mert hát valamit kell tenni, hogy a profit megmaradjon. És ugye vannak különböző jelzések, akár hal konzerveken, hogy mondjuk ez egy békés halászat, vagy szóval egy ilyen, ez pont az a kategória, hogy a boldog boci legel a
fűbe, és akkor ezzel kapcsolatos beszélgetések is bebizonyítják, hogy igazából egy rohadt nagy kamu ez az egész, tehát téged ne nyugtasson az meg az a jelzés, amit a konzerven látsz. Tehát igazából ez a film, ez egy ilyen teljes körű képet mutat a halfogyasztásról. Egészség, állatvédelem, az ilyen kereskedelem, marketing szempontból mi hogy működik, hogy működnek ezek a jelzések, nagyon-nagyon érdekes, és ez is egy ilyen nagyon szemfelnyitó film, és én mindig hangoztatom, hogy ez a vegánság azon felül, vagy a növényi étrend azon felül, hogy a növényi étrendnek tényleg van egy olyan hozadéka, hogy mivel kiürül belőled, természetesen, ha nem fogyasztasz feldolgozott termékeket, kiürül ez a sok állati termék a szervezetedből, a különböző mesterséges anyagok bizony a gondolkodásodra is ki fog hatni. És sokkal tudatosabb leszel. Az egy dolog, és nem ide tartozik, hogy az egy ilyen békésebb állapot, egy máshogy viszonyulsz az egész világhoz, de a gondolkodásodat teljes egészében megváltoztatja, mert így át fogod gondolni, hogy már két filmben láttad, hogy csapnak be minket tulajdonképpen. Hogy a profit érdekében az sem fontos, hogy ki hogy betegszik meg. És ugyan beszélünk a vezető halálokról, de valójában hát pont ezeket a nagyipari vállalatokat nem fog érdekelni, hogy velünk mi van, mert miért érdekelni őket, holott hát... Na, inkább átképeznék magukat, vagy mással kezdjenek el foglalkozni, mert így aztán csak fogyatkozunk, meg betegszünk, de mindegy. Szóval ez a film is egy ilyen elég jó áttekintést ad ebbe a témába. Ezt a Netflixen éritek el, és magyar felirattal elérhető. Szóval számomra ezek azok a nagyobb filmek, mondom, ez így időtartamra vonatkozó nagyobb filmek, amiben orvosokat szólaltatnak meg, különböző érdekcsoportokat, azokat, akik már tisztában vannak azzal, hogy mekkora előnye van a növényi étrendnek. Tehát mindenki meg van szólaltatva, nagyon érdekes reakciókat látni, nagyon érdekes látni azt, hogy hogy is működik ez valójában, és még akkor is, hogyha van sejtésünk, hogy valamit sántít, és jaj, tudjuk, igen, a pénz számít, meg minden, de így látni a résztvevőkkel szerintem nagyon megdöbbentő. A filmekről ennyit, és akkor szeretném megmutatni nektek azoknak az orvosoknak a YouTube csatornáját, akiket én követek. Hát ugye nekem a fő mindenek felett Dr. Michael Gregornek a munkássága. Az ő YouTube csatornája ez, és a honlapját is ugyanezen a néven találjátok meg. És ugye én azért tartom elsődlegesnek az ő munkásságát, és követem őt elsősorban, mert ő egy ilyen non-profit szervezetet működtet, minden bevételét jótékony célra használ fel. Könyv eladásból származó DVD eladásból, vagy az előadásainak a bevétele, és az ő munkáját több ezer önkéntes segíti. Ez azt jelenti, hogy minden egyes napvilágot látott tanulmányt, ami a táplálkozással kapcsolatos, azt ők átolvasnak, leellenőriznek, hogy jött létre, ugye ki finanszírozta, és akkor ugye az a lényege az egésznek, hogy a független tanulmányokat összesítés arról fog beszélni az ő videóiban. De az ő videói azok, amiben már nagyon sok magyar feliratú videót találtok. Itt különböző témakörönként, és rövid videók, nagyon érdekesek, és ha hosszabban érdekel, akkor a honlapon nézd meg, és egyáltalán minden információt megtalálsz itt, és ugye ami nagyon-nagyon fontos, hogy ő nem akar nekünk semmit eladni. Nincsenek táplálékkiegészítők, meg ilyenek, hanem valóban arról szól az ő munkássága, hogy tájékoztasson minket, és hát a világon mindenkit. Aztán mutatok nektek pár orvosnak a honlapját, akiknek akár a könyveit ismerem, például az övét. Az ő könyveiből nekem 4 van meg magyarul, nem is tudom, hogy van-e még olyan könyve, ami magyar kiadásban is megtalálható. Ő ilyen könnyen olvasható, nagyon klasszak a könyveim, receptek is vannak a könyvek végén. Aztán van az én egyik szintén kedvenc dokim,
Sajnos a doktor úrnak nincs külön YouTube csatornája. Viszont annyira cukik, mert a felesége és az egyik lánya bizony vezet egy YouTube csatornát, és írtó cukik a főzéseiket, nagyon-nagyon édesek, nagyon szeretem. Úgyhogy ilyen teljesen jó hangulatú YouTube csatorna. És hogy tovább fokozzuk ezt az egészet, a doktor úr fia, aki egyébként tűzoltó, neki is van egy YouTube csatornája, és ez azért klassz, mert ő tulajdonképpen aktivista ebben a témában, és megmondom őszintén, hogy egy kicsit leginkább TikTokon egészségaktivistának titulálom magam, hogy így ugye teljesen új információkat hozok. És például van olyan videó, hogy ez a tűzoltó úgy népszerűsíti a növényétrendet, hogy mondjuk különböző tűzoltóságokon elmondja a tapasztalatát, azokat a tényeket, amiket ő megtudott, és akkor mondjuk vért vesznek mindenkitől. És pláne aki már tudja, hogy hú, nekem magas szokott lenni a vérnyomásom, hú, nekem magas szokott lenni a koleszterinem, vért vesznek tőlük, és akkor utána növényi étrend és vérvétel, tehát azonnal van egy kézzel fogható összehasonlítási alapjuk, és szerintem ennél motiválóbb talán nem is lehet a dolog, úgyhogy az ő fiát ezen a YouTube csatornán éritek el, ez így látható. Ő is egy nagyon szimpatikus, és egyébként így, hogyha megismeritek az arcokat, attól függően, hogy milyen sorrendben nézitek a videókat, rá fogtok jönni, hogy tulajdonképpen ezekben a különböző filmekben, amiket én is ajánlottam, hol az egyik, hol a másik oljuk fel fog bukkanni egy-egy kérdés erejéig, mármint, hogy őket kérdezik. Aztán szintén egy nagy kedvenc, egyébként mindegyik orvost Facebookon is megtaláljátok, van, aki recepteket szokott posztolni. Aztán róla olyan hú, de sokat nem hallunk, olyan érdekes, hogy Magyarországon dr. Michael Greger szerintem akinek a könyvei is egyből szinte magyarul megjelennek, és ugye a videóihoz is így lehet önkéntesnek, a munkásságához lehet csatlakozni önkéntesen. Úgyhogy a többiek, én úgy látom, hogy mint a kicsit háttérbe szorulnának, holott ugye ők láthatjátok is akár, hogy legtöbbjük idősebb, tehát hogy előbb kezdték a dolgot, mint dr. Michael Greger. Aztán itt is van egy nagyon érdekes YouTube csatorna, 384 ezer feliratkozóval, itt is mindenféle, itt riportokat, beszélgetéseket láthattok, úgyhogy rá is érdemes néha-néha ránézni, de mondjuk ő nem orvos, tehát őt nem így ajánlom, és akkor még itt van dr. Dean Ornish-nak is a YouTube csatornája. Szóval őket ajánlom nektek szeretettel, hogyha ebben a témában szeretnétek nézegetni. Aki angolul beszél, az tök jó jár. Rengeteg információ van fent, csak győzze nézni az ember és felfogni tulajdonképpen. De amiket ott az elején mondtam, azt a 2-3-4 filmet, ha magyar felirattal megnézitek, akkor már nagyon nagy lépést tettetek, még ha csak egy gondolat indul el, vagy gondolatébresztő, szemfelnyitó, már akkor is nagy dolog. Illetve még amiről nem beszéltem, az a Game Changers című film, amit a Netflixen értek el. Ez inkább sportolói oldalról közelíti meg a növényi étrendet, ugyanúgy megdöbbentő információkkal, bizonyítékokkal, és nagyon sikeres, eredményes sportolókkal bemutatva ezt az egészet. Úgyhogy ezt még ajánlom szeretettel, hogy nézzétek meg. Tehát számomra ezek a filmek azok, amik inspirálnak, szemet nyitnak fel, illetve ezek azok a szakemberek, akikre én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni napi szinten. De ez csak az én magánvéleményem. Hogyha van olyan film esetleg, vagy olyan YouTube csatorna, ami ezzel foglalkozik, és én itt nem említettem, de esetleg te fontosnak tartanád, akkor tedd meg kérlek, hogy kommentbe ide linkeled nekünk, hogy mi is megismerkedhessünk azzal a
Én azt gondolom, hogy leginkább én orvosi YouTube csatornát szeretnék itt látni. Majd egy külön videót készítek arról, ami inkább a vegánság oldaláról, tehát állatvédelmi szempontból közelíti meg ugyanezt a témát, mert ugye szokták mondani, hogy aki csak vegán, annak csak egy ilyen pozitív mellékhatás, hogyha vegánná válik, akkor fogyni fog, meg egészségesebb lesz, jó persze attól függően, hogy mennyi feldolgozott terméket fogyaszt a mindennapokban, de hogy ugye azért nekik nem az egészség a fő szempont, de szeretném megmutatni ezeket a vegán filmeket is, hogy felkeltsem az érdeklődést, és aki kíváncsi az igazságra, az bátor, és nekiül, és megnézi, hogy miről is van szó. Hát remélem, hogy hasznosak voltak ezek az információk, és tudtam újat mutatni a témában. Várok mindenkit szeretettel legközelebb is, ha még nem iratkoztatok fel YouTube csatornámra, akkor most tegyétek meg mindenféleképpen. Legyen gyönyörű napotok, sziasztok!